2022. szeptember 8-án elhunyt II. Erzsébet királynő, aki a valaha volt leghosszabban hatalmon lévő uralkodó volt Nagy-Britannia történelmében, illetve a második leghosszabban uralkodó volt az egész világ történelem folyamán. II. Erzsébet nem csak egy királynő volt, hanem egy ikon, Nagy-Britannia arca, az élő történelem, mindenki nagymamája és a világon szinte bárhol bárkinek a királynő szóról egyből ő jutott eszébe. A mai videóban megnézzük az életének és uralkodásának legfontosabb eseményeit és állomásait. Természetesen, mint mindig, most is nagyon várom a véleményeteket a komment szekcióban, hogy ti mit gondoltok róla, mit tudtatok róla, nem tudom, milyen kapcsolatban álltatok vele, már mint értem úgy a kapcsolatot, hogy milyen érzelmi kapcsolatban álltatok a nagybritanniai királynővel, hiszen sokan Magyarországon is meggyászolták a halálát, bár ez mindig jó kérdés, hogy ezt divatból csinálják, vagy valódi őszinte érzelmekkel, de sokan meggyászolták az ő halálát. Mit éreztek, mit láttok, mit gondoltok, írjatok le mindent a komment szekcióban. Hölgyeim és uraim, ez itt a Tanulom Magam csatorna. Én Atis vagyok. A mai videónk témája pedig II. Erzsébet királynő élete és uralkodása. Elizabeth Alexandra Mary Windsor 1926. április 21-én született Londonban, Albert György Yorki herceg, akit később 6. György királyként ismerünk, és Elizabeth Bowes Lyon hercegnő, akit később Erzsébet anyakirálynőként ismerünk gyermekeként. Azt gondolnánk, hogy a világ egyik legikonikusabb királynőjének születése az valami óriási és hatalmas dolog volt, de nem így történt, hiszen akkoriban még senki nem gondolta volna, hogy Erzsébetből valaha is királynő lesz. Ennek az az oka, hogy nem az apja, hanem az apjának a bátyja 8. Eduárd volt a közvetlen örököse a trónnak, és Eduárd után pedig ő nyilvánvalóan az ő leszármazottja, az ő fiai következtek volna az öröklési sorban, és ha ők mind kiesnek, akkor következett volna csak az ő apja, de még ha az ő apja is került trónra, akkor sem ő jött volna az örökösödési soron, hogyha születik egy fiú testvére, még ha fiatalabb is nála. Erzsébet, vagyis Bece nevén Lilibet, illetve Margit ennél fogva viszonylag átlagos gyerekkort élhettek, már mennyire a királyi család sarjainak vagy család tagjainak az élete lehet átlagos, mondjuk úgy, hogy királyi átlagosat vagy átlagosan királyat, minden esetre nem nehezedett rájuk egy potenciális koronának a terhe, így boldog, szabad gyerekkort élhettek. 1936. december 11-én azonban minden megváltozott, ekkor ugyanis Elizabeth nagybátyja 327 napnyi uralkodás után lemondott a trónról és a szerelmet választotta helyette, ami teljesen váratlan, sokkoló és példanélküli esemény volt, aminek következtében az apja lett a király 6. György néven, fiútestvér hiány pedig ő lépett a közvetlen örökösödési sor első helyére. Így már elkezdték oktatni és képezni is, hogyha egyszer trónra kerül Erzsébet, akkor viszonylagos felkészültséggel tudja átvenni hatalmat, illetve a szerelem is beköszöntött Erzsébet életébe, ugyanis 1939-ben a királyi tengerészeti főiskolán pillantotta meg az akkor 18 éves Fülöpöt, akivel 13 évesen találkoztak először, és el is kezdett bimbózni valami, de aztán ott a kettő között eltelt egy kis idő. És hát Fülöp azzal nyűgözte le elsősorban a hercegnőt, hogy képes volt átugrani a teniszhálót. Srácok, látjátok, nem kell ide big money, meg góra, meg autó, meg nem tudom, hogy lenyűgözd egy lányt. Ne viccelj már, ha egy királynőt egy teniszháló átugrással, bocsánat, hercegnőt egy teniszháló átugrással le lehet nyűgözni, akkor bármelyik lányt le lehet nyűgözni egy hátraszaltóval mondjuk. Vagy ha az nem megy, akkor mondjuk egy cigánykerékkel. Hátra bukfenclet maradhat? A II. Világháború 1939-es kitörésével Erzsébetet és Margitot átköltöztették a windsori szálláshelyükre, és egészen a háború végéig ott is maradtak. Érdekesség, hogy 1940-ben mindössze 14 évesen tartotta első élő nyilvános beszédét Erzsébet a rádión keresztül, és már akkor felfigyeltek rá, hogy milyen nyugodt, magabiztos, kiegyensúlyozott és bölcs személyiség. And when peace comes, remember, it will be for us, the children of today, to make the world of tomorrow a better and happier place. A háború kitörése után még 4 évig nem láttak egymást Fülöppel, de folyamatosan tartották a kapcsolatot levelek formájában. Z generációsoknak mondom, hogy ez olyan, mint a Messenger, meg a WhatsApp, meg a Discord üzenet, csak kicsit lassabban ér oda. Illetve 1943-ban a windsori kastélyban találkoztak egy karácsonyozás erejéig, ahol ugyan Fülöp nem vett elő a virgácsot, de izzott közöttük a karácsonyi puding, és hát 1946-ban meg is történt a lánykérés. Noha Erzsébet a szerelemtől elvakulva nem kérte a család, illetve a király
beleegyezését az eljegyzésbe, illetve a Frigybe, de a király megértő volt, és csak annyit kért, hogy egy évvel később, 21 évesen mutassa meg a hercegnő a rózsakertjét. Én úgy értem, hogy nyerentségben nyilvánosan az esküvőt a világnak. 1947. július 9-én be is jelentették, és 1947. november 20-án végül össze is házasodtak, amit a BBC Radio 200 millió embernek közvetített élőben. 1948-ban megszületett első gyermekük Károly herceg, 1950-ben pedig Anna hercegnő, összesen 4 gyerekük született egyébként: Károly walesi herceg, Anna brit királyi hercegnő, András yorki herceg, illetve Eduard wessexi gróf. Amúgy azt lehet tudni, hogy Eduard házassága nem túl jó, hiszen állandóan veszekszenek. Illetve Károly ugye most már nem walesi herceg, hanem Nagy-Britannia királya. 5 évvel később, 1952-ben a király egészségügyi állapota már fokozatosan romlott a tüdőráke következtében, éppen ezért a körútra sem ő ment el, hanem helyette Erzsébet és Fülöp, és hát a körút közben jött a rossz hír, hogy a király elhunyt. Ezzel kapcsolatban van egy hangzatos idézet is, ugyanis február 6-án, amikor a király elhunyt, akkor Erzsébet és Fülöp Kenyában egy olyan hotelban kaptak szállást, ami egy fa tetején volt, és ott voltak fenn, és ezzel kapcsolatban van az idézet, hogy először fordult elő a világ történelem folyamán, hogy egy lány hercegnőként ment fel a fára, és királynőként jött le onnan. Ezzel viszont óriási teher nehezedett rá, hiszen nem csak szeretett apját, akivel nagyon jó viszonyt ápoltak, kellett meggyászolnia, de egy királyság vezetését is át kellett vennie egy új királynőként. Ekkor született meg tehát az az Erzsébet királynő, akit ismerünk, és már ettől a naptól fogva, azaz február 6-tól fogva átvette a királynői feladatokat, és végezte őket, no, hivatalosan csak 1953. június 2-án 25 éves korában koronázták meg. Érdekesség, hogy ez volt az első koronázás, amit tévében közvetítettek, és csak Nagy-Britanniában 20 millió ember nézte élőben, úgyhogy akkoriban még nem voltak a tévék igazán elterjedve. Ezen a ponton érdemes röviden kitérni arra, hogy a királynőnek, vagyis hát most már a királynak, milyen politikai és közjogi hatalma, illetve jogköre van. Sokan úgy képzelhetik el a királyt, mint annó pár száz évvel ezelőtt a királyságokat és a benne uralkodó királyt, viszont Nagy-Britannia nem királyság, hanem alkotmányos monarchia, ennél fogva a királynak, az uralkodónak inkább szimbolikus, sem mint gyakorlati jelentősége és szerepe van. Noha az uralkodó nevezi ki az aktuális miniszterelnököt a pozícióra, nyitja meg a parlamentet, illetve oszlathatja is fel azt, illetve ő iktatja be a törvényeket is, valódi igazi politikai hatalma nincsen, hiszen ha példa kedvéért lássuk, munkat a törvényeket ugye a parlamentben hozzák meg, az uralkodó csak rányomja úgymond a pecsétjét, tehát neki nincs beleszólása abba, hogy milyen törvényeket hoznak meg. A brit alkotmánytan szerint az erő, a stabilitás és a birodalom egységének a kifejezője az uralkodó legfőbb feladata. A reprezentáció az uralkodó egyetlen alkotmányos joga és egyben kötelezettsége, és az 1649-es angol polgári forradalom óta az uralkodó nem hozhat politikai döntéseket, a feladata konzultálni, bátorítani és figyelmeztetni. Erzsébet pedig konzultált is heti szinten ezekkel a miniszterelnökökkel, az első Winston Churchill volt a sorban, és őt még 14 miniszterelnök követte, a legújabb az Liz Truss mostani miniszterelnök volt vele, ugyan már nem volt lehetősége sajnos konzultálni, de még beiktatta szeptember 6-án. Hagyományosan a királyi család nem foglal politikai állást, nem mond politikai véleményt, csak szélesebb társadalmi közügyi kérdésekkel foglalkozik, mint mondjuk a rákkutatás vagy a gyermekéhezés, ami most harmadik Károly királlyal megváltozhat, mert ő híres arról, hogy sokkal karakánabb, sokkal inkább megmondja a véleményét, sokkal inkább hajlamos belefolyni politikai dolgokba, és hát egy kicsit sem szerény. Na de visszatérve második Erzsébetre, innentől kezdve elmesélni az ő életét és uralkodását elég nehéz, hiszen 71 éven keresztül tartott. Tehát, hogy mégis mit emeljen ki ebből az ember, hiszen ez az 71 év, ez végig kísérte Nagy-Britannia legutóbbi 71 éves történelmét, amiben rengeteg minden történt. Megpróbálom kiemelni a legfontosabb, legjelentőségteljesebb dolgokat, de hát nyilvánvalóan ez eléggé leegyszerűsítő és a valóságot leredukáló lesz, de nagyjából megpróbálom összeszedni. 1953-ban Fülöppel körútra indultak a brit nemzetközösség országaiban. Ugye a brit nemzetközösség az 1926-ban alakult meg, a brit birodalom volt gyarmataiból keletkező független államok, amiknek második Erzsébet volt a feje és a vezetője is, de ez a cím is igazi jogkörök nélküli szimbolikus cím volt igazából, de egészen az uralkodása végéig még 15 ország államfője volt. A
királynő egyszerre volt a tradíció és a hagyományok megtestesítője és képviselője, ugyanakkor mindig is nyitott az új technológiák és modernebb megoldások felé. 1957-ben például első ízben adták le a tévében is az éves karácsonyi beszédét, ami később hagyomány lett, de például 1970-ben Ausztráliában a tradíciókkal szakítva nem biztonságos távolságból integetett a tömegnek, hanem a közelében sétált. Az 1960-as és 70-es évek a húga Margit hercegnő botrányaival voltak tele, amik jelentősen megtépázták a királyi család hírnevét. 1977-ben a 25. uralkodási évfordulóján ismét körbeutazta a nemzetközösség országait, és több országban is ő volt az első brit uralkodó, aki valaha járt. A 80-as évek is erőteljesen teltek, ugyanis 81-ben fia Károly herceg feleségül vette Diana Spencert, amit 74 országban 750 millió ember követett élőben, a házasságukat pedig végig botrányok kísérték Károly szeretője Camilla miatt. 81-ben egy felvonuláson egy fiatal férfi vaktölténnyel rálőtt a királynőre, egy másik férfi ugyanebben az évben Új-Zélandon tervezett merényletet ellene, 1982-ben pedig egy férfi fogta magát, bemászott a Buckingham palotába kétszer is, és besétált a királynő hálószobájába. A 80-as években született meg Vilmos herceg és Harry herceg is. Ha a 90-es éveket nézzük, akkor 1992-ben volt a 40. uralkodási évfordulója, amit Annus Horribilisnek nevezett a királynő egy beszédében, azaz borzasztó évnek, ugyanis nem csak András herceg és felesége Sarah Ferguson váltak el, de Anna hercegnő és férje Mark Philip is. A 90-es években megint csak modernizált és nyitott a királynő a modernebb dolgok felé, ugyanis megnyitották a Buckingham palota egyes részeit a nagy tömegek előtt látogatásra, illetve beleegyezett abba is, hogy a magán bevételei után adót fizessen, amit egyáltalán nem kellene egy királynőnek. 1993-ban Budapestre is ellátogatott, megnézte a Budai várat, a Nemzeti Galériát és a Széchenyi könyvtárat is. 1995-ben volt a híres Diana interjú a BBC-n, amiben bevallotta országvirág előtt, hogy szétesett a házassága, 96-ban elváltak Károllyal, 97-ben pedig autóbalesetben tragikusan elhunyt. A 90-es évek botrányok által tarkított évtizede után a 2000-es években valamelyest helyreállt a királyi családnak a megítélése. 2002-ben ünnepelte az 50. uralkodási évfordulóját a királynő, ami Viktória királynő óta az első alkalom, hogy valaki ilyen hosszú uralkodást megélt. 2002 ugyanakkor a gyász éve is volt, ugyanis elhunyt Margit hercegnő Erzsébet húga, nem sokkal később pedig az édesanyja az anyakirálynő is. 2005-ben áldását adta Kára és Camilla esküvőjére, bár azt nagy felhajtás nélkül tartották meg. 2011-ben Vilmos herceg vette el Kate Middletont. 2015-ben a leghosszabban uralkodó brit királynő lett második Erzsébet. 2018-ban Harry herceg vette feleségül Meghan Markle-t, azonban nem sokra rá ismét botrány lengte körül a királyi családot, ugyanis Harry és Meghan bejelentette, hogy ott hagyják a királyi családot és Amerikába költöznek, ugyanis a feleségét rengeteg rasszista támadás érte a sajtóból, illetve a királyi családban is voltak ilyen felhangok, és nem akarta, hogy a feleséget Diana sorsára jusson, ezért úgymond kiléptek a királyi családból. 2021. április 9-én meghalt Fülöp herceg, akivel 2020-ban ünnepelték a 73. házasság évfordulójukat, így az övék lett a monarchia történetének leghosszabb házassága. 2022 elején ünnepelte a jubileumi 70. uralkodási évfordulóját, és 70 év után még mindig a legnépszerűbb volt a királyi család tagjai közül. Az angolok 75%-ának volt pozitív és jó véleménye Erzsébet királynőről. Az évforduló alkalmában szervezett ünnepnapokon több mint 10 millió ember vett részt országszerte, és 12 millióan követték a jubileumi műsort a köztévében. Szeptember 6-án még kinevezte az új miniszterelnököt Liz Truss-t, végül szeptember 8-án hunyt el Balmorában. Nagyon röviden és nagyon leegyszerűsítve tehát így telt Erzsébet, második Erzsébet királynő uralkodásának 71 éve. Hoztam még pár érdekességet róla, amik ilyen fun factek, ilyen érdekes kis factek róla az uralkodásáról és az életéről. Például, hogy van pár különleges jogköre az aktuális uralkodónak, így második Erzsébetnek is volt, amit ugyan elég ritkán használnak, illetve sokszor vagy gyakran csak vészhelyzet esetében minden esetre érdekes. Például parancsot adhat a brit hadseregnek és külföldre is küldheti. Uralkodói kegyelmet gyakorolhat bárki esetében, bejelentett háborút és békét is aláírhat, illetve kinevezheti az anglikán egyház érsekeit és püspökeit. 2020-ban a személyes vagyonát 350 millió fontra becsülték, amivel a 372. leggazdagabb ember volt Nagy-Britanniában. Az elmúlt 70 évben több mint 100 országban járt, Kanadában volt a legtöbbször 22 alkalommal, és 1 millió utazott mérfölddel ő a legtöbbet utazó ember a királyi családban. A legutóbbi 14 amerikai elnökből 13-mal találkozott. 4 pápával is találkozott hivatalosan, 35 ország valutáin lehet látni az arcképét.
Az egész világ összes emberéből mindössze 10% van, aki látott más brit uralkodót, mint második Erzsébetet a brit trónon. Olyan sokáig uralkodott, hogy a fia, a most trónra lépő harmadik Károly lett a leghosszabb ideig trónra váró trónörökös a brit történelemben. 19 évesen ő lett az első brit király családtag, aki aktív katonai szolgálatot teljesített. A királynő mindig is imádta a korgikat, és több mint 30 volt neki az élete folyamán. Ő az egyetlen személy a UK-ben, akinek nem kellett jogsi a vezetéshez. Meglepően nyitott volt a különféle, hogy mondjam, fán dolgokra és szereplésekre, amit egy királynőtől azért ritkábban néznénk ki, főleg egy ilyen idősebb királynőtől. De például a 2012-es londoni olimpia megnyitójára egy kisfilmben is szerepelt James Bond-dal együtt, de még Paddington Macival is szerepelt egy közös kisfilmben. Vagány volt a királynő. Elképesztően sok film, dokumentumfilm, előadás és könyv született róla. Egész életében pártolta a tudományt és a technológiát, és több mint 600 brit szervezet patrónusa volt. A Westminster apátságban lesz a királynő temetési ceremóniája, amire a 18. század óta nem volt példa, és ez az első úgymond állami temetés Winston Churchill halála óta. Rengeteg mindent lehetne még mesélni második Erzsébetről, hiszen elképesztően hosszú élete és elképesztően hosszú uralkodása volt, mindenféle rekordot megdöntött, rengeteg anekdóta van körülötte, viccesek is komolyabbak egyaránt. Rengeteg mindent lehetne még mesélni, de ebben a 15-20 perces videóban most ennyi fért bele. Engem nagyon sokáig nem igazán érdekelt a brit király család, ha őszinte akarok lenni, viszont aztán nem is tudom, mikor elkezdtük nézni a Crown című sorozatot, és ahogy jobban beleláttam az életükbe, hogy hogyan alakult, hogy miket kellett keresztül menniük, milyen döntés kellett meghozniuk, hogyan látták ők a világot, és sokkal jobban megértettem őket, főleg második Erzsébet karakterét, így sokkal közelebb kerültek hozzám. Úgyhogy ajánlom nektek is mindenképpen megtekintésre a Crown című sorozatot. Ez volt tehát második Erzsébet királynő, a modernkori történelem egyik legikonikusabb személye, Nagy-Britannia képviselője és megtestesítője tulajdonképpen, aki egyszerre volt egy tiszteletre méltó uralkodó és egy szerethető nagymama. A halálhíre eléggé megdöbbentett, és nehéz, kellemetlen érzéseket kavart fel bennem, amikor meghallottam, hiszen ő volt az, aki valahogy mindig ott volt, történt akármi, egészen gyerekkorom megszületése óta, az angol királynő az mindig ott volt, valahogy mint egy örök dolog gyakorlatilag, történjen bármi, egy örök tartó pillérként ott volt Nagy-Britannia trónján, és hát most már nem lesz ott, viszont azt hiszem, hogy az emberek és a történelem emlékezetében örökké ott fog élni. Happy Jubilee, ma'am. And thank you for everything. That's very kind. Hölgyeim és uraim, ennyi volt már a tanulom magam. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok a videó alatt, iratkozzatok fel a csatornára, és persze pöttyöntsétek le a véleményeteket a komment szekcióba. Ne felejtsetek el ellátogatni a tanulom magam Facebook oldalára, a tanulom magam tanulók Facebook csoportjába, illetve most már van támogatási lehetőség is a csatornán, melynek keretében egy havi összeggel támogatjátok a csatornát, akkor minden hónapban exkluzív tartalmakat kaptok és nézhettek meg, illetve visszamenőleg is megnézhetitek az előző hónapok exkluzív tartalmait. Ott van még az Attis Instagram is, ahol velem kapcsolatos exkluzív képeket és információkat láthattok, úgyhogy érdemes lehet lecsekkolni, hogyha érdekel titeket az ilyesmi. Köszönöm, hogy itt voltatok, remélem, hogy találkozunk legközelebb is. Sziasztok!